Tisztelettel köszöntöm Önöket a Bajnokok Városa mai adásában. Azt gondolom, nyugodtan mondhatom, egy igazi lokál patrióta sportolót köszönthetek a stúdióban, méghozzá Vince Péter személyében, aki a Fehérvár AV19 jégkorong csapatát erősíti, és Székesfehérváron született, és itt is sportol, itt él sportoló. Péter, nagy szeretettel köszöntelek. Üdvözlök mindenkit. És azt gondolom, hogy sok mindenről tudunk beszélgetni, egyfelől nyilván a Fehérvár AV19 Ebel teljesítményéről, vagy éppen a Titánokról, a MOL ligáról, mert hogy ott is játszol. Meg hát részben a te pályafutásodról, sorsodról is. Ugye a csapat most ebben az Ebel szezonban egy picit hullámzó teljesítményt mutat, és most talán a hullámhegy közelében van, és reméljük, hogy ott is marad. Ugye az év első felében ott voltál a válogatottban, most azonban sérüléssel küszködsz, tehát nálad is egy pici kis hullám van most. De összességében hogyan értékelnéd ezt az évet a saját szempontodból? Saját szempontomból változóan. Nekem is voltak jobb és rosszabb időszakaim. Így, hogy lehetőséget kapok az Ebelben és a MOL csapatban is, így ez nem egy egyszerű feladat, mert két különböző játékstílust kell, hogy képviselnem. Az Ebelben egy eredménytartó sor vagyunk, ilyen negyedik sor. Az a feladatunk, hogy úgymond fárasztjuk az ellenfelet sok ütközéssel, a MOL ligában pedig így az első kettő sor valamelyikében szerepelek általában, ott pedig gólokat várnak el tőlem és a sortársaimtól is. Úgyhogy más ez a szerepkör, de élvezem és szeretem. Mennyire más a MOL liga és az Ebel? Talán az az egyik legnagyobb különbség, hogy az Ebelben sokkal jobban összejönnek a csapatok, talán leszámítva a jubilát, de ők is jó példa arra, hogy pont minket vertek most már egy hónapban is kétszer egymás után. Talán az is számottevő, hogy a légiósok az Ebelben nevesebb helyekről jönnek, jobbak, jobb játékerőt képviselnek, ezáltal feljebb húzzák a ligának a színvonalát, és Ezt nevezném meg a legfőbb különbségnek, hogy kicsit gyorsabb ezáltal az egész, meg nehezebb ott játszani minden esetre. Ugye a MOL ligában ebben a szezonban 9 mérkőzésen voltál ott, és 10 pontot termeltél, az Ebelben 19 meccs és nincs pont. Igen, mondhatni, hogy nem is volt túl sok szerencsém az Ebelbe, de nem keresek kifogásokat. Bízom benne, hogy jönni fognak a pontok. Ott sokkal nehezebb dolgunk van, meg így a fiataloknak is, hogyha mondjuk szoros a meccs, akkor kevesebbet játszunk, ami teljesen normális, így megy ilyenkor többet az első kettő sor. Úgyhogy igazából nem foglalkozok a pontokkal, majd jönni fognak, múlva pedig igyekszem őket tovább gyarapítani a szezon során. Ezt hogy éled meg, vagy ki segít átlendíteni téged adott esetben a holt ponton? Igazából a családom, barátnőm, barátaim, akikkel például a sortársaim, mert a fiatalokkal nagyjából egy csónakba nevezünk. Ők is ott negyedik sorosok az Ebelben, és a múlvan pedig sokkal többet játszunk. Úgyhogy így együtt ezt így átvészeljük, hát, ha át kell vészelni, erőt adunk egymásnak. Hát ha már még mindig ugye az évértékelésnél tartunk, akkor beszélnünk kell ugye a válogatottról is, mert hogy a sportarénában ugye még az év első felében az olimpiai selejtezőn ott voltál, és Észtország ellen megszerezted az első gólodat is a válogatottban, illetve mindjárt 3 pontot termeltél az észtek ellen. Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, egyáltalán arra a hangulatra, ami az arénában volt? Ilyen eufórikus állapotba kerültem én is, így a góljaimnak, meg a győzelemnek köszönhetően, és nagyon jó volt ott játszani, remélem még lesz rá alkalmam a pályafutásom során, hogy egy ilyen nagyszerű, tényleg teltház előtt játszassak otthon. Utána viszont jött a lengyel meccs, amit nem sikerült megnyerni, ezzel elvesztettük a továbbjutást az olimpiai csoportkörben. De akkor is ugyanúgy felállva tapsolt a közönség, és himnusz elénekelt, ami ismét egy nagyon pozitív élmény volt. Hát az a lengyelek elleni meccs az pokoli volt, tehát azt a tribűnön is alig lehetett kibírni. Igen, büntetők döntöttek sajnos, abba pedig. Te mennyire érezted, hogy meg lehet a győzelem, ami aztán kicsúszott? Mindenféleképpen minden meccsnek úgy állunk
neki akárkán játszunk, hogy ő meg lehet, és közben is úgy éreztük, hogy voltak helyzeteink. Egy nagyon zártan védekező lengyel csapatán játszottunk, akinek nagyon jó napot volt ki a kapusa, és tényleg mindent kivédett. Aztán a büntetők pedig olyan, hogy ott már bárki bárkit legyőzhet. Ez a hangulat, vagy az ott átélt élmények, az mennyit lendített rajtad fejben? Mindenféleképpen nagyon sokat. Sokszor, mikor már nyáron nehezebbek az edzések, vagy kondi edzések, és úgy, akkor csak erre kell gondoljak, hogy azért is ezt megcsinálom, hogy még egyszer ott leessek a ennyi ember előtt, és abban a hangulatban játszhassak. Ráadásul, hogy az asszisztot, ha jól emlékszem, akkor Zarauernek igen, adtad igen. Azon a bizonyos észtek elleni mérkőzésen, de azt gondolom, talán a fehérvári közönségre sem lehet panasz. Nem, egyáltalán nem. Itthon is minden meccs egy ünnepnap, mert még úgy is, hogy vesztettünk, ugyanolyan szurkolás megy a meccs elejétől a meccs végéig. Azt lehetett látni, hogy előfordult, hogy már fokiasabb volt a lelátó, de a törzsszurkolók végig a doboknál ott voltak, és nagyon jó volt játszani. Sajnos van erre is ellen, például Ljubljanából nem mér a csapatnak, ott mondjuk 400 néző van maximum. Így sokkal teljesen más úgy játszani a meccset, mikor végig bízhat a közönség, mint mikor néma csend van a egész meccs alatt. Ha már említetted Ljubljanát, kihagytathatom a kérdést, hogy miért mumusa ennyire Ljubljana? Valahogy más stílus képviselnek, mint az osztrák csapatok. Nem ütköznek annyira. Én úgy veszem észre, hogy gyorsak, technikásak a szlovén játékosok. És egyszerűen nem lenézzük őket, én úgy érzem, és mindig megbosszulja magát ez a dolog, sajnos. Ugorjunk egy picit vissza a nyárra, amikor is meghosszabbítottad a szerződésedet 2 évvel, tehát 2018-ig köt a kontraktusod a Fehérvár AV19-hez. Mi döntött elsősorban Fehérvár mellett? Elsősorban szeretek nagyon itt élni, itt születtem, úgyhogy ez a város úgymond a mindenem, és nagyon jó itt játszani. Akkor még úgy volt, hogy a Tyler Dietrich lesz az edző, ez közben változott, de igazából ettől függetlenül továbbra is úgy gondolom, egy jó döntést hoztam, mert adott a fejlődésnek a lehetőségeit. Ugye annak idején kiemelted, hogy elsősorban Tyler Dietrich személye kapcsán döntöttél a maradás mellett. Hogy érintett az ő távozása, és mi ennek voltak az első találkozásaid, benyomásaid Benoit Laporte-tal? Hát Tyler, ő már így 5 éve volt edző nekem junior korunkban, meg ugye sok fiatalnak, úgyhogy úgymond mindenki szerintem ő elkeseredett egy kicsit, hogy ő most így ilyen hirtelen elmegy, de én nagyon örülök neki, hogy sikerült feljebb lépnie, mert mégiscsak a kanadai szövetséghez ment, a kanadai váltottal tud dolgozni, ami nagyon nagy dolog az ő karrierjében. Laporte edző pedig, ő is egy nagyon tekintélyes szakember, jóval idősebb, mint Tyler, így mondjuk több a tapasztalat egy a profi jégkorongnak a köreiben. Eddig a légiós igazolása is beváltak, a Thomas is nagyon jól megy, sok pontot termelt eddig, és most az új hátvéd is, a Drew is nagyon jól beilleszkedett a csapatba, és fontos, hogy ők jó emberek is, nem csak pontgyárosok. Ugye Beauregard és Schistel, akiket említettél, mennyiben és miben más emberileg, illetve szakmailag Laporte Tyler Dietrich-hez? Talán a legnagyobb különbség az, hogy Tyler egy kicsit közvetlenebb volt, úgymond, nem minősítve, csak hogy jó vagy rossz. A Laporte pedig egy kicsit ilyen távolságtartóbb, szigorúbb, úgymond megköveteli mindenkitől, amit kér, és itt taktikailag hasonlóak, mert a Laporte is Kanadából, Quebecből származik. Rengeteget videózott mindkét edző, most a Laporte is. Nagyon sokszor felkészülünk az ellenfélből, hogy melyik szituáció, mit csinálnak emberelőnyben, hogy hozzák ki a korongot, stb. Úgyhogy szerintem így összességében elég hasonló kaliberű edzőkről van szó. Az edzés munkában is nagyon hasonló az edzésnek a felépítése, például rövid pörgős edzések vannak,
Úgyhogy szerintem hasonló kaliberű edzőt sikerült találni. Milyen volt a szezon kezdet? Mennyire voltak összecsiszolódva a fogaskerekek? Ugye hát rettenetesen kevés ideje volt Laportnak. Nehézkesen indult a szezon. Pont Klagenfurtban kezdtünk egy elég csúnya vereséggel. Úgyhogy igazából ez kicsit érthető is, hogyha valaki Tyler felépített valamit, elment nagyon hirtelen, úgyhogy hirtelen kellett a menedzsment is edzőt találjon. A Laportot sikerült megtalálják. Úgyhogy a kezdet az nehéz volt, de szerintem egyre jobban be fog lenni a csapat, és pont most, amikor nagy szükség lesz rá így a play-off való jutásért, és utána majd a középszakasz, azt nem tudjuk, hogy hol lesz még, akkor kell igazán összeérjünk. És még a szezon első felében, tehát az eddig eltelt időben mikor éreztétek először, hogy azért sikerült felvenni a fordulatszámot egymással a bajnoksággal? Egy 5-10 meccs eltelte után, egy kicsit soknak hangzik, de akkor éreztem azt, hogy a csapat átvette azt a taktikát, amit az edző kért, mert tényleg úgy, hogy mindenki azt játszotta, mert sokszor a mostani edző nagyon agresszív taktikát játszott velünk, a hátvédek be kell támadjanak, és ezáltal a csatárok vissza kell zárjanak, de sokszor ezt a csatárok így elfelejtették, úgymond, és ebben nagyon sok gólt kaptunk. És most érzem azt meg már, hogy 5-10 meccs után, hogy úgy mindenkinek nem is kell gondolkodjon, csak ment az, hogy akkor most visszazárunk, sokkal zártabb lett a védekezés is, és így ezáltal szerintem kevesebb gólokat kaptunk. Te is elfeledkeztél olykor elő a bizonyos vissza. Igen, már nem is előfordult, igen. Mert nem ezt szoktuk meg, és akkor így kicsit fura volt. Tehát azért mindemellett azért becsúsztak olyan nem várt győzelmek, amikkel hát azt gondolom, hogy mindenkit megleptetek többek között Bécsben is, igen, vagy akár Salzburgban is, Fehérváron meg pláne. Igen, ott annak a két győzelemnek, például Bécs és Salzburg, az alapja volt egy nagyon kiemelkedő kapus teljesítmény. Az, hogyha már vert helyzetben is volt a kapus, még valahogy odaért, amikivel Zoli. Szerintem mind talán egy-egy meccset védtek. És ez nagyon fontos, meg az ilyen csapatok ellen több időt töltünk a mi harmadunkban sokkal, mint az övéjükbe. Ez így értelemszerű, úgyhogy nagyon zártan védekeztünk, sok lövés blokkoltak a szélsők például, és a kontrákat pedig vannak tehetséges játékosaink, meg technikailag ezt meg tudják valósítani, azokat belőjék. És ebben szerintem jók vagyunk. Ugye a te esetedben, amint azt már a beszélgetés elején említettük, a MOL ligáról is beszélünk. Ezt a kettős terhelést, ezt te hogy bírod, és hogy éled meg, és egyáltalán ez mit jelent a gyakorlatban? Nem egyszerű, azt meg kell hagyni, de próbálják az edzők is úgy időzíteni a dolgokat, meg ütemezni, hogyha mondjuk, csak teszem, a szerdán meccs van a MOL ligának, de kedden az ebben edz, akkor mi egy könnyített edzést kapunk, vagy előbb lemeltünk a végén, vagy nem kell megcsináljuk a kondi termi edzést, hanem akkor szerdán már kedden is a szerdai meccsre készülünk. Viszont vannak olyanok, hogy volt három meccs például. Igen, ebben úgy kevesebbet játszunk, csak például idegenben voltunk, úgyhogy ott is utazni kell, csak ez kicsit megviselte a szervezetet, de akkor meg mondjuk reggel nem kellett kimenjünk a jégpályára a MOL-os ilyen találkozóra, nem aludhattunk tovább. Mondanál valami szélsőséges példát így a terhelés kapcsán? Tehát ez a 3 nap, 3 mérkőzés, ez se semmi. Volt a 4 nap, 4 mérkőzés, az volt a legnehezebb. Uh-huh. Egyszer, hogy idegenbe jöttünk, mindkét ebben a meccs idegenben volt, mindkét MOL meccs otthon, még az a szerencse. És hát ilyen hajnali 2-kor értünk mondjuk haza, és akkor aludtunk mondjuk délig, ebéd, és akkor 5-kor már játszottunk, vagy 5:30. Ez nehéz volt így 4 napon keresztül, és másnap reggel ugye megint indultunk az Ebel csapattal, megint hazaértünk hajnalba, és 4. nap megint játszottunk, utána meg volt 2 szabadnapunk, az így jól esett mindenkinek, de nem csak én vagyok így, hanem a többi fiatal is, akik így a korosztályban vannak, és mindkét helyen játszanak. És te hogyan regenerálódsz általában? Mi az, ami igazán kikapcsol, vagy pihentet? Szoktam például masszörhöz járni, vagy az Árpád fürdőbe elmenni. Igazából otthon vagyok elég sokat, és ilyenkor, mikor már nincs semmi, csak pihenek tényleg. A sérülés, ez hogyan és mikor történt?
az most pénteken volt, vagy múlt hét pénteken volt egy hete. A Ferencvárosán játszottunk egy mérkőzést, és a hosszabbításból körülbelül egy perc lett vissza, amikor egy lecsúszó lövésemnek a következtében elestem, és alám fordult a vállam, és recsent egyet, úgyhogy eléggé megijedtem, de szerencsére nem lett komolyabb baj, csak egy zúzódás, meg egy kis a szalaggal egy kis valami történt, de ezt így nem tudom pontosan. Tehát akkor most nem is edzettél azóta? Nem, most azóta 10 nap pihenőidőt kaptam, fel volt kötve a kezem, és a napokban kezdtem a héten a gyógytornát a Kulcsán Ándorra. Mikor térhetsz vissza? Azt mondta, hogy jövő hét hétfőn mehetek először jégre, úgyhogy ütővel is rendesen lőhetek, és onnantól kezdve, hogy érzem, de nem kizárt, hogy már azon héten hadra képes leszek. Hát ebben az időszakban azért elég mozgalmasra, meg izgalmasra sikeredett a csapat teljesítménye. Ugye volt néhány bravúr, meg volt ez a bizonyos Dornbintől elszenvedett 2-0-ás vereség. Aztán persze jött ugye jöttek a győzelmek, Graz, Linz, Innsbruck. Ezeket hogyan láttad? Hogy élted meg? Igen, mindig is probléma volt az a nekünk idén, hogy idegenben nem sikerült győzni. Most ennek ellenére most Grazban megvertük az akkor még szerintem 5. helyen álló Grazot, majd pedig most Innsbruckban. Itthon pedig felálltunk a Liga top 2-3 csapatába tartozó Linz ellen 1-5-ről, ami óriás lendület adott a csapatnak. Úgyhogy ezt a mentalitást, meg ezt a szellemet kell továbbvinni. Az is, hogy ott nem adtuk fel például tényleg 1-5-ről, hanem ugyanúgy játszottunk és elhittük, hogy meg lehet, az óriási dolog, meg bravúr szerintem. És ezt a közönség igen is érződött, mert nagyon jó hangulat volt ismét az Ördögkatlanban. Ugye 9. helyen áll jelenleg a Fehérvár AV, 19-7 pontra van a felsőháztól. Ez még beoszható, főleg ilyen teljesítményekkel. Igen, beoszható, főleg ebben a 3 pontos rendszerbe. Nem is kell 3 győzelemmel, ott is vagyunk, persze a többi eredmény is úgy kell alakuljon, de még elég sok meccs van hátra, úgyhogy azokból kell kihozni a maximumot, és ha netán nem sikerül az első 6-ba bejutni, erre is volt már példa, hogy utána onnan kell, hogy bejussunk, most minél több pontot kell szerezzünk, és meglátjuk, mire lesz elég. Hát aztán persze jön még idén majd a Winter Classic. Voltál már jégen? Klasszikon, vagy ez lehet az első? Ez lehet az első, hogyha addigra így egészséges is leszek, meg a vállam is engedni fogja. 3 évvel ezelőtt úgy volt, hogy emlékszem, amikor ez a Winter Classic volt, akkor nekünk U20-as világbajnokság volt, úgyhogy akkor a lelátóról figyeltem a eseményeket. Reméljük, hogy most a pályára is léphetek. És most nézed az U20-as világbajnokságot, ami ugye Budapesten igen, követem. Igen, sok fehérvári is van ott, meg sok olyan ember, akit ismerek, például meg a Steve Schiesz-Bence, Garázs Zsombor, Kis Zsombor, velük játszottam is már világbajnokságon is utánpótlásba. Úgyhogy szurkolok a fiúknak, hogy sikerüljön egy bravúr, vagy egy minél jobb eredmény. És milyen most egy ilyen világversenyt nézni, ahol annó te is játszottál, viszont most már az Ebelben vagy Magyarország vezető jégkorong csapatában. Hát egy kicsit úgymond fájó is, hogy már kinőttem onnan, mert szép idők kötnek oda nagyon. Szerettem így az utánpótlásra váltottakkal ide-oda utazgatni, meg jó meccseket játszani világbajnokságokon is. Másrésztről pedig igen, úgymond felnőttem, úgyhogy ez az életrendje. Mi volt a legszebb élményed utánpótlás jégkorongozóként? Nyertünk. Ilyen sok van? Ez jó hír. Kétszer is sikerült feljutnunk így a divízió 2A-ba, pont oda, ahol most vannak. Úgyhogy azokat sorolnám ide egyszer Tallinnba, egyszer pedig Miskolcon. Akkor maradjunk is a legeknél, és akkor nézzük 2016-ot. Mi volt számodra az év legrosszabb pillanata? Legrosszabb? Talán ez a sérülést mondanám ide, mert soha nem ilyen jó egy sérülés, meg ráadásul azt hittem, hogy súlyosabb lesz, úgyhogy nagyon rossz kedvem volt így egész hazaúton, mert ott még a mentősök még azt mondták, hogy valószínűleg kulcsontörés, úgyhogy rendesen meg voltam ijedve.
Egyébként ritkán bajlódsz sérüléssel? Igen, mondhatni, hogyha van is, akkor hál' Istennek eddig ilyen kisebbek. Szóval nem volt ilyen, mondjuk ilyen fél éves kihagyásos problémám. Előfordulnak nálam is azért, de viszonylag hamar túl vagyok rajtuk. Az év legmeglepőbb? Legmeglepőbb? Szerintem azt, hogy a Tyler távozása, mert amikor mondta, hogy elmegy, vagyis a vezetőség mondta, akkor ő nem mondta, hogy miért, nem mondott semmit, úgyhogy nem tudtuk, hogy történt valami családi problémája, netán otthon, vagy valami, nem, senki nem tudta, hogy mi van, akkor mindenki ledöbbent. Az év legjobb, legfelemelőbb pillanata számodra? Legfelemelőbb az a tavalyi MOL-liga rájátszásban, mikor a MAC ellen játszottunk, ez a 7 meccses, és vezettek itthon 4-0-ra, és megfordítottuk a meccset, és 5-4-re nyertünk hosszabbításban. Az akkor is rengeteg szurkolókin volt, úgyhogy az nagyon ilyen eufórikus állapotba tette a csapatot, meg az egész közönséget. Hát itt Székesfehérváron nyilván sokan ismernek téged, nem csak a jégkorong pályáról, és a bajnokok városában nőttél fel, ahol feltornáztad magad az Ebel csapatba, tehát egyfajta példával is szolgálsz például az akadémisták számára. Ezt hogy éled meg egyáltalán? Hát azt kell mondjam, a fiatalok, bár te is az vagy még nyilván, de hogy ők hogy viszonyulnak hozzá? Sokan így kedvesek, meg igazából mindenkivel úgymond jóba vagyok, ilyen kisebbekkel, vannak kérdések, segítek nekik. Miben szoktál nekik segíteni? Miket kérnek tőle? Egyszer valaki megkért, hogy pászkázzam be az ütőjét, úgyhogy akkor abba segítettem egy kis minis kisfiúnak. Mondjuk edzésen nem nagyon járok így hozzájuk, hogy figyeljem, de például tavaly ilyenkor, mikor egészséges voltam, akkor volt ez a Mikulás hoki, ami most is volt, de akkor azon részt tudtam venni, az egy jó élmény volt, közös fotó, meg közös ilyen sütizgetés utána. Ez jó volt látni, a kisgyerekek is mennyire örültek neki, hogy ilyen nagyokán játszak, meg emlékszem én is mennyire örültem, mikor még annó kicsi voltam, és így a nagyokán ugyanilyen Mikulás hoki volt. Te kire néztél nagy szemekkel? Ocskai Gáborra, Palkovics Krisztiánra, Ladányi Balázsra, azából így rájuk. Hogyan tovább? Mit vársz ettől a szezontól? Mindenféleképpen az, hogy ha már két fronton vagyunk, akkor mindkettőn jussunk playoffba. Ugye a Titánok ott vannak a 8. helyen 32 ponttal, de a Ferencvárosnak is ugyanennyi van, tehát meglehetősen szoros. Igen, nagyon szoros ott is. Ott a helyzet. Nem lesz egyszerű egyáltalán, ott se. Ott is kezdenek össze a többi csapat is, a Titánok is. Az Ebel csapattól függő, hogy mikor hány ember játszott úgymond vissza, és ki elérhető. Másabb azért, mikor mondjuk 5 fiatal visszajátszott az Ebelből, akkor kicsit jobb a játékerőt képviselünk, és szerintem nagyobb eséllyel nyerünk például meccseket, akár jobb csapatok ellen is. De ezt mindig a vezetőség, meg az edzők döntik el, hogy ki hol játszik, próbálnak mindkét csapatot úgy kiküldeni a jégre, hogy az most nyerjen. Az Ebel pedig ugye most 9. hely, ott is igyekszünk, mindenféleképp a rájátszás a kitűzött célunk. Ugye most már az évek óta Ebelben játszol, mégis mi az, amiben szerinted egyértelműen fejlődtél az elmúlt időszakban? Az, hogy magabiztosabban játszom például Ebelbe is. Elején emlékszem, hogy mennyire izgultam meccsek előtt is például, hogyha felment a jégre is, volt olyan, hogy nagyon magas volt a púzusom, úgyhogy még lehet fel se léptem. Most már szerintem nyugodtabban játszok, meg merek olyan dolgokat is csinálni, amiket mondjuk annó utánpótlásra csináltam, ilyen kicsit rizikósabb passzokat például. Viszont ennek már egy hátulütője, és hogyha nem sikerül, akkor... Hát akkor vissza kell zárni, ugye? Laport mester szerint is. Igen. De hát ebbe a magabiztosságba fejlődtem szerintem a legtöbbet így a elején, meg az összes kis dologba, így ahogy idősödöm, úgy ez a sok edzés miatt így a lövésem, korcsázásom így szép lassan fejlődik, de még messze vagyok a kéztől, úgy érzem, még mindenben. Azért remélem, hogy fejlődni fogok. És mennyi idő
mennyi időt adsz magadnak ahhoz, hogy kész legyél? Remélem, hát mond, van, aki még 30 éves korában is, talán Lajányi Balázs volt az, aki azt nyilatkozta, hogy még most is úgy érzi, hogy fejlődött, meg most van csúcsformában. Azt mondják, hogy, 28 éves korra ér össze, hogy a rutin is, meg a teljes, meg így a fizikainak, a teljesítőképességnek is a maximuma, úgyhogy... Jövőre lesz a 23, ugye? Most a... csak 22. 22, igen. Bocsánat. Igen, úgyhogy még úgymond van időm, de nem fogok elkényesedni, próbálom mindig a maximumot kihozni magamból, és minden nap arra törekedni, hogy jobbá váljak. Hogy telik számodra, és hol a karácsony? Otthon leszek valószínűleg 24. este, 25. délután edzés lesz, mert 25. már játszunk is, szerintem Linzbe. Úgyhogy 25. el fogok menni a barátnőméknek a családjához, ott is karácsonyozunk, és akkor szerintem onnan fogok edzésre menni. És karácsonyi ajándékokat? Már igen, már be vannak szerintem. Már belőle gondoskodtál. Igen. Újévi fogadalom szokott-e lenni, szoktál-e tenni? Nem nagyon. Nem. Tehát akkor most sem. Nem. Most sem lesz. Nem. 2017-től összességében mit vársz csapat és egyéni szinten? Csapat szinten válogatottban az... mondjuk, igen. Azért jó lenne. Igen. Jó lenne volna keveredni. Csapat szinten az, hogy játszunk egy jó playoffot mindkét szintéren, a MOL és az EBL mindkét karöltve. Egyéni szint az, hogy minél eredményesebb legyek, és minél többet játszok, akár itt, akár ott. És plusz még a váltottságtól az, hogy próbálják meg visszakerülni, és minél tovább jutni, akár VB-re is itt a áprilisban, most a divízió egy csoportosra. Péter, én mindezekhez nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm szépen. És kellemes ünnepeket, és hát boldog új évet. Viszont kívánom. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük. Kedves nézőink, ez volt a Bajnokok Városa. Nagyon szépen köszönjük megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!